Krisztusban szeretett kedves testvérek! Életünk kezdetén egyetlen valóság voltunk édesanyánkkal. Teljesen hozzá kötődtünk. És a vele való kötődésben minden a rendelkezésünkre állt, minden biztosítva volt. Nem voltak kapcsolati problémáink, mert az egyetlen személy, aki volt, az édesanyánk, tökéletes összehangoltságban volt velünk, egyetértésben voltunk. Nem voltak veszélyek, mert abban a kezdeti magzati létünkben védve voltunk. Amikor aztán megszülettünk, még mindig ott volt egészen a közelünkben ez a nő, az édesanyánk. Kötődhettünk hozzá, közelségét, bőrét, melegségét naponta élvezhettük, amely biztonságot adott. És éreztük, hogy ő mindig van. Az ő jelenléte, szeretete betöltötte a mi szeretet éhségünket. Ő volt, és ezáltal, hogy volt, minden garantálva volt. És éppen ezért a mi ideálunká is vált, a mi imádott személyünké. Elég, ha érzékeltük jelenlétét, és akkor, amikor érzékeltük, akkor minden rendben volt. Ő volt a mi gazdagságunk, a mi édesanyám. Nem kellett erőfeszítéseket tenni, mert ő mindenről gondoskodott. Ha valami problémánk volt, akkor elég volt csupán egy kicsit sírni, és rögtön érezhettük az ő jelenlétét. Így bennünk kialakult az a képzet, hogy létezik valaki, valami rajtunk kívül, aki boldoggá tehet állandóan. És ha az a dolog, az a személy ott van, jelen van a mi életünkben, akkor mi mindig rendben leszünk. Mert édesanyánk is ott volt mindig, kívül, egészen közel, ami rendelkezésünkre állt, ami vágyainkat, ami szeretet éhségünket csillapította. Kedves testvérek, az eredeti bűn, ha lehet kissé túlzóan fogalmazni, az, hogy van valami, ha azt gondoljuk, hogy van valami, amit ha egyszer megszereztünk, minden biztosít számunkra. Ha azt gondoljuk, hogy létezik rajtunk kívül egy olyan valóság, dolog vagy személy itt a földi életben, aki képes biztosítani számunkra a boldogságot. Az embereknek a nagy része éppen ennek a valaminek, ennek a valakinek az állandóságát keresi, azt a képzetet keresi, hogy valaki vagy valami mindig betölti a szeretet éhségünket. Minden alkalommal, amikor valakihez vagy valamihez kötődünk, azt abszolutizáljuk, örökérvényűnek tekintjük, túlértékeljük, és tulajdonképpen folytatjuk azt az eredeti kötődést, vagy legalábbis szeretnénk azt az eredeti kötődést, amely egykor a mi édesanyánkkal megvolt. Hozzá kötődünk egy dologhoz, egy személyhez, és azt mondjuk, hogy nélküle nem tudunk élni. Hozzá kötődünk, és azt mondjuk, hogy tégy boldoggá engem. Ugyanaz történik, ami csecsemő korunkban, vagy magzati korunkban, ami édesanyánkkal történt, amikor hozzá kötődtünk.
de most felnőttek vagyunk. És senki és semmi sem játszhatja az édesanya szerepét. Senki és semmi sem adhatja azt a gazdagságot, amelyet ő adott. Mert ennek a gazdagságnak sok neve van, de tulajdonképpen nem más, mint anyai kötődéshez való visszatérés. Egész életünk során nagyon sokszor valami olyat keresünk, ami valamikor volt, de most már nincsen. Senki és semmi nem tudja kielégíteni azt, amire vágyunk. Mert az, ami bennünk van, az egy végtelen vágy. Kedves testvéreim, az imént felolvasott evangéliumi rész, azt gondolom, pontosan erről szól. Ott van egy gazdag ifjú, egy ember, akinek nagyon érdekes módon nincsen neve. És a Bibliában a legtöbb gazdag embernek nincsen neve. Gondoljunk csak vissza Lázár és a gazdag történetére. Mert a gazdag ember a gazdagsággal próbálja kompenzálni a maga identitását vagy személyiségét, ami nincsen. Ez a gazdag ember Jézushoz megy. Nem is megy. Azt olvashattuk, hogy oda sietett hozzá. Oda szaladt hozzá. Szalad. Vagyis van egy mély vágy benne, valamitől ő motivált, keresi Jézust. Keresésben van, és érzi, hogy valami hiányzik, érzi, hogy ő valami többet szeretne az élettől. És siet, hogy kihasználja a lehetőséget. Ezért van, hogy mindennel feltöltjük magunkat. Mert bennünk is ott van ez a keresési vágy. Ott van az az éhség, ott van az a hiány, amelyet emberi kapcsolatainkban, emberi világunkban megtapasztalhatunk. És akkor elkezdünk keresni, és nagyon sokszor feltöltjük azt a hiányt munkával, tárgyakkal, pénzekkel, új élményekkel, tapasztalatokkal. Hogy ne érezzük azt a szenvedést, azt a szorongást, azt a talán természetes magányt, ami bent van, ami ott van mindannyiunkban, és ami arra ösztönöz, hogy minőségi életet éljünk. De mi mégis sokszor sok mindennel, sok mindenkivel fel akarjuk tölteni ezt az űrt. A gazdag ifjú sietsége is ezzel magyarázható talán. Ez az ember azonban letérdel, ahogy abban az időben a mesterek előtt szoktak letérdelni. Ami azt a vágyat is fejezi ki, hogy a gazdag ifjú nem csupán, hogy keres, nem csupán, hogy a bennem lévő űrt akarja feltölteni, hanem ő szeretne tanulni. Szeretne másképpen élni. Az alázatot és azt a készséget fejezi ki az ő letérdelése, hogy szeretne befogadni valamit, ami azt a benne lévő űrt kitölti. És Jézust jónak hívja. És nagyon érdekes, Jézus visszakérdez, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó. Nyilván tudjuk jól, hogy Jézus jó. De mégis van egy kis pedagógiai érzéke az Úr Jézus Krisztusnak, és tükröt akar tartani a gazdag ifjú fele. A gazdag ifjú abszolutizál. Abszolutizál, mint ahogy tettük, mint gyermekkorunkban az édesanyánkkal. A törékeny és gyenge személyeknek a rizikója. A gyereknek az apuka és az anyuka mindene. Amit ők mondanak, az szent, és el sem tudják képzelni, hogy ők tévedhetnek. Mekkora felelősség a gyermeknevelés.
De nagyon sokszor gyermeknek maradunk meg, akár 40, 50, 60, 70 éves korunkban is, ilyen függőek leszünk valamilyen csoporttól, valamilyen személyiségtől, valamilyen elképzeléstől, ideáltól vezetve. Mindaz, amit tesznek, vagy amiben hiszünk, az egy abszolutizált valami lesz. A gazdag ifjúban ezt az abszolutizáló magatartást akarja Jézus összetörni. Aztán azt mondja Jézus, tartsd meg a parancsokat. Emberünk, a gazdag ifjú az a valaki, aki hűségesen megtartotta a parancsokat, és valóban tisztességes, nem egy büszke, egy nagyképű valaki, hanem ő valóban keresett. Törvények betartásában, a parancsok megélésében is valami teljesebb életet szeretett volna élni. Ez az ember valóban keres, szeretné, ha megnyugodna, ha az életészsége csillapodna, más szinten szeretne élni. És hogyha Jézushoz ment, az azért van, mert valószínű már sok mesternél volt. És talán senki és semmi nem tudta eddig meggyőzni. Ő igaz dolgokat akar, a dolgok mélyére akar látni. És ezért mondja, igen, ismerem a parancsokat, mind megtartottam. De valahol azt is üzeni, hogy de ez nekem nem elég. Én valami többet keresek. Ez fejeződik ki a gazdag ifjú válaszában. És nagyon érdekes, ritka mondattal találkozunk az evangéliumi részben, amikor azt olvashatjuk, hogy Jézus ránézett és megkedvelte. Miért tetszik meg Jézusnak? Mert valahol ez a gazdag ifjú a norma fölé, a törvények fölé, a normális fölé emelkedik. Több volt, mint az akkori vallásos ember, aki csupán törvényeket, parancsokat betartott. Szociálisan elismert ember lehetett ez a gazdag ifjú, de nem másoknak az elismerését és jóváhagyását keresi, hanem lehet érezni azt, hogy őt semmi nem érdekli, egyedül az igazság, az ő életének az igazsága érdekli. És azt gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatunkban ma is ugyanígy tesz Jézus, ránk néz és megkedvel, hogyha számomra mindennél fontosabb az én életem igazságának a keresése lesz. Sokan elégedettek attól, hogy gazdagnak, szépnek, becsületesnek, okosnak, bölcsnek tartják. Jézus azonban visszautasítja a gazdag ifjút, egy jelzőt. A gazdag ifjú azt mondja, hogy te jó vagy, miért mondasz engem jónak? Sokaknak örömet szerez az, hogy fontosnak tartják, akár szociálisan. Van, aki csak azért tesz jót, hogy tiszteljék, értékeljék, hogy jónak tartsák, hogy fontos legyen. Jézus számára ez nem fontos. Az a fontos, hogy keresem-e én életemnek az igazságát. Egy tökéletesen vallásos ember a paradicsom kapujához ért, és egy fajta nyugalommal és büszkeséggel becsengett a mennyországnak a kapuján. Büszke volt azért, mert ő egy bűnt sem követett el. És ott kopogtat a mennyországnak az ajtaján, amikor Szent Péter jelenik meg egy számítógéppel, és kéri a vallásos embernek a nevét, Szent Péter fogja és bepöttyögteti az illetőnek a nevét, és nem találja. Sajnos önnek nincs itt a neve. Hát hogy nincs itt? Ott kell, hogy legyen, hisz soha életemben egyetlen egy bűnt sem követtem el, mindig arra törekedtem, hogy bűn nélkül éljek. Ott kell, hogy legyek.
valami nincsen rendben, akár a számítógéppel, vagy a regisztrációval. És akkor Szent Péter a következőt válaszolja. Az igaz, hogy semmiféle bűnt nem követtél el, de ez a kapu, amelyen te bekopogtattál, az nem azoknak nyílik meg, akik semmiféle bűnt nem követtek el, hanem azoknak, akik szerettek és kerestek. Kedves testvéreim, a történetbeli, tanbesembeli ember a paradicsomot is érdekből szerzi meg. Érdekből mond le a bűneiről, érdekből válik tökéletessé. Nem a szeretet és nem a keresés vágya fűti. Az Úr Jézus Krisztus szerette az embereket, de soha nem félt attól, hogy mit mondanak róla, hogyan értékelik őt. És éppen ezért a gazdag ifjút is azért kedveli és szereti meg, mert látja azt, hogy számára a legfontosabb az életben, a gazdagsága mellett az élet misztériumának, titkának a megértése. Érzi azt, hogy ebben az emberben valami több van. Jézus szerette és meglátta az embereket, látta a lehetőségeket az emberekben, és ugyanezt történik a gazdag ifjúval való találkozás során is. Meglátja benne a lehetőséget. Kedves testvéreim, vallásos életünk során is mennyire fontos az, hogy keressünk. Mennyire fontos az, hogy én a saját életemnek az igazát keressem. Ne az legyen mérvadó, hogy mit mondanak rólam. Ne az legyen mérvadó, hogy az én közösségemben, falumban vagy ahol vagyok, mi a szokás. Hanem egyetlen egy valóság legyen, és ez nem más, mint az én szívemnek az igazsága. Nagyon sokszor életünket úgy éljük le, hogy másoknak, hagyományoknak, közösségeknek akarunk megfelelni. Pedig sokkal fontosabb a szívünknek megfelelni. Jézus meglátja ezt az őszinte keresést. Vallásos élet, azt gondolom, egyre inkább azt látom, csak ott van, ahol van keresés. Ha én azt mondom, hogy valahová megérkeztem, azzal már is a lelki életben zuhanok. Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és aztán gyere és kövess. Ez a szeretet nem az, hogy a másik olyan legyen, mint amilyennek én akarom, a saját kritériumaim szerint, ahogy nekem tetszene, vagy ami az én eszemben van. Szeretni azt jelenti, hogy meglátni a másikban a kincset. Van valami értékes benned, és azt valósítsd meg. Ezt mondja a gazdag ifjúnak tulajdonképpen. Nagyon sokszor úgy szeretjük a másikat, aki mellettünk van, vagy akivel együtt élünk, hogy a saját képünkre és hasonlatosságunkra akarjuk alakítani. Pedig a szeretet az azt jelenti, hogy arra törekszem, hogy a benned lévő rejtett erők feltáruljanak, hogy te tudjad a saját utadat járni, nem azt az utat, amit én rólad elképzeltem. Gazdag ifjú azonban nem tudja a maga útját sem járni, mert kötődik. Nem az a gond, hogy gazdag, hanem az, hogy kötődik. A kötődés azt jelenti, hogy azt gondolom a valamiről, vagy valakiről, hogy az boldoggá tesz. És itt nem a mennyiség a fontos. Lehet valaki szegény, de ugyanúgy kötődik az ő kis malackájához, mint az, akinek hatalmas lakása van. Kötődni azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy egy dolog vagy egy személy abszolút boldoggá tud tenni engem. A kötődésnek egyik ismertető jele pedig az, hogy ha azt elveszítem, akkor szomorú vagyok. Gazdag ifjú is szomorú, mert látja, hogy a két dolog együtt nem működik. Fél elveszíteni valamit.
Amikor a félelem miatt feladjuk, hogy azzá legyünk, amivé válhatunk, szomorúak leszünk. És ez a szomorúság állandó. A sas nem törölheti soha a magasságok, a csúcsoknak a hívását a szívéből, magából. Éppen ezért az ember sem felejtheti el, hogy miért van a világban. A szíve fölfele hívja. És hogyha a szív nem fölfele irányul, akkor előbb-utóbb én is megtapasztalom azt a fajta szomorúságot, ami ott van a szívemben. Ott lehet a szívemben, ha kötődök. Az én szívem fölfele hív. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a mai evangéliumi részben, amikor arra hív meg, hogy elhagyni otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket, földet, és százannyit kapunk, akkor arra hív meg bennünket, hogy legyünk szabadok. Arra hív meg bennünket, hogy ne kötődjünk. Arra hív meg bennünket, hogy ne adjunk hatalmat dolgoknak, személyeknek, hogy aztán szomorúvá váljunk. Szabadságra akar meghívni. És a szabadságnak egyik legismertebb példája a mai napnak ünnepelt szentje Néri Szent Fülöp, aki 1515-ben született, 1595 között élt. Azt gondolom, hogy ez a nevető szent, mert úgy ismert Olaszország egyik legnépszerűbb szentje, de a világ is egyik legnépszerűbb szentje, azért tudott nevetni, azért tudott örömmel megélni napokat, mert ott volt benne egy mély szabadság. Nem kötődött dolgokhoz. Amikor kétszer-háromszor bíborossá akarta őt tenni a pápa, ezt is humorral utasítja vissza, és hárítja el magáról, azt mondván, bíborosi kalap, mi az az örökkévalósághoz képest? Nekem az örökkévalóság fontosabb, mint hogy rangjaim legyenek. Ezért tudott ő humorral nézni az ilyen kihívásokra is, mert szabad volt, mert nem kötődött. Ne birtokoljuk a dolgokat, mert azok tulajdonképpen a valóságban nem is birtokolhatóak. Ne birtokoljuk a személyeket, mert azok valóságosan nem is birtokolhatóak. Kedves testvérem, mihez kötődsz te nagyon? Mit kellene tenned ahhoz, hogy szabadabb legyél, hogy élni tudjál, hogy humorral, örömmel tudjál nézni a saját életedre, saját környezetedre, kapcsolataidra?